Nők az idegösszeomlás szélén premierjén vagyunk, és Szomor Györgyel beszélgetek, szervusz! Szervusz, sziasztok! Hogy érzed magad a premier után? Mondhatnám azt is, hogy megkönnyebbültem, de igazából jól, nagyon jól. Azt gondolom, hogy ritkán lehet azt elmondani, hogy ilyen, hogy jól sikerül valami, és a premiere jól sikerül, de azt gondolom, hogy megszületett. A darabban Ivánt alakítod, aki igazából a nőknek a bálványa, először legalábbis itt úgy tűnik, aztán kiderülnek róla dolgok, hogy imádja a nőket szédíteni, mindig azt mondja nekik, amit hallani akarnak. Milyen volt egy ilyen szerepet eljátszani? Azt mondja Iván, amit szeretnének hallani, miközben szerintem Iván azt mondja, amit ő gondol. És aztán, hogy ebben mit gondolnak bele, az megint egy másik dolog. És azt gondolom, hogy ez a darab szerint is így van. Ami szerintem ez egy őszinte pasas egyébként, aki elmondja, és bár a rögzítőre mondja el, és nem tudnak, és itt van két nap, amikor nem találkoznak, és nem tudnak egymással beszélni, hiszen egyfolytában az üzenetrögzítők beszélgetnek egymással, de pont ettől csodálatos a dolog, hogy hogyan lehet egymás mellett beszélni, és hogy vannak lelkek, akik úgy szárnyalnak. Elmondják az igazat, és aztán tovább repülnek. Ez az Iván ilyen. És aztán, hogy nem biztos, hogy meg lehet érteni, mert ezt nagyon nehezen lehet megérteni, azt gondolom. Említetted, hogy túl őszinte, vagyis hogy őszinte szerintem már túl őszinte, és főleg amikor van egy jelenet a végén, nem akarom elárulni, mert igazából lényege, de mégse lényege, amikor ott végül is egymásra találnak a szerelmesek, de aztán a szerelme ott hagyja őt, és a végén a kvázi új szerelméhez, az ügyvédnőhöz szalad, az ő nevét emlegeti már egy pillanattal később. Igen, hát azt gondolom, hogy ez a darab annyira visszaadja azt, amit időnként pillanatok sugallnak nekünk. Tehát megtörténik valami, akkor érzünk valamit abban a pillanatban. És a következő pillanatban meg lehet, hogy mást érzünk. Igen, ilyen az élet. És azt gondolom, hogy Almodóvár ezt nagyon tudja, hogy megmutatja, hogy milyen az élet. Ilyen az élet, amilyen ebben a darabban. Ilyenek a nők, ilyenek a férfiak. A Monte Cristo grófjában, ugye, amiben a főszerepet alakítottad, egy nőért dobog a szíved. Mennyire volt nehéz átalakulni egy ilyen nőcsábász, nem is mondom, hogy nőcsábász, inkább egy olyan férfivel, akiért rajonganak a nők? Nyilván, hát a szerep a szerep, és hát ha egy nőért dobog a szívünk, alapvetően azt gondolom, hogy az életben egy nőért dobog a szívünk, szerintem mindenkinek. A Ivánnak is egy nőért dobog a szíve, csak ahogy ő ezt elmondja, hogy a szerelmem örök, csak a tárgya mindig más. És a férfi szíve azt gondolom, hogy mindig egy nőért dobog. Csak lehet, hogy épp akkor egyért, aztán egy másikért. Mint ahogy azt gondolom, hogy a nőké is így van. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy most van a születésnapod, legalábbis két nap múlva lesz, és ez akkor egy dupla ünnep végül is a számodra. Hogy érzed magad most, hogy véget ért ez az előadás, és a premier szerinted milyen? Hogy sikerült? Szerintem jó sikerült. Nagyon sok olyan dolog volt, ami a főpróbán, azt mondták, hogy jó főpróba az, és akkor jó előadás, vagy rossz főpróba, jó előadás. Hát nálunk jó főpróba volt, és egy még jobb előadás, azt gondolom. Ez általában ritka azért. És ráadásul most van itt egy premier bankett, nagyon kedves vagy, hogy emlékszel rá, hogy nekem most lesz a születésnapom két nap múlva. És állítólag vasárnap van valami nagy buli. Úgyhogy megünnepeljük a születésnapomat.
Akkor boldog születésnapot kívánok, és... Köszönöm. És jó szórakozás még a partihoz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.